Az óvodás gyermek nem tökéletlen felnőtt, egyáltalán nem is mása a felnőtt embernek. Egyszerűen az óvodás tökéletes gyermek saját életkori sajátosságaival. A gyermeknek meg kell tapasztalnia a körülötte lévő világot. Fel kell kínálni számára az egyes lehetőségeket, tevékenységeket, amelyből érdeklődése szerint szabadon választhat. A szabadon választás az aktív részvétel ingere, amely a legjobb mozgatórugója az eredményességnek. Természetesen a szabadság biztosítása nem azt jelenti, hogy magára hagyjuk a gyermekeket, hanem hogy segítő szeretettel emeljük köré a megfelelő környezetet. A testre szabott környezetben minimális felnőtt beavatkozásra van szükség, és az önálló tevékenységre, alkotásra ösztönzi a gyereket. Ha nem kap szabadságot a gyermek tőlünk a felnőttektől, akkor nagyon nehezen alakul ki benne a saját kompetencia és a megfelelő önbizalom, amihez kell a gyerek, a szülő és a pedagógus. Mindenképpen együtt kell működnie szülőnek, gyereknek és pedagógusnak a három. Ha nem működik együtt, akkor az valahogy ottan kiütközik, valahogy hiba keletkezik. Úgyhogy a gyerekkel, főképp középpontban a gyerek van, úgyhogy mindenképpen a gyerekkel kell a szülőnek és a pedagógusnak együtt működni. Ő van a középpontban mindig, és ő hozzá kell alkalmazkodni. Nagyon sokféle stílus van, oktatási stílus van, nevelési stílus van. Te mi mellett teszed le a voksodat? Kell a gyereket szabadon hagyni, inkább csak rávezető feladata van a pedagógusnak, vagy kifejezetten nevelési feladatot osztanál a pedagógusnak? Rávezető is, mert mindig mondják, hogy szabadon kell a gyermeket, hogy tudjon választani, szabadon nevelni, de egy irányt is kell, muszáj adni a gyereknek, hogy terelni egy jó irányba, mert ő még nem tudja, hogy melyik a rossz és melyik a jó pozitív oldal és irány. A mesék és a könyvek szeretete egy megfelelő környezet, ahol a kisgyermek választ kaphat kis életének kérdéseire. A meséken keresztül megtapasztalja az egyszerű emberi kapcsolatokat, felismeri a rosszakarót, és szimpátia épül közte és a pozitív hős között, kinek bőrébe bújva átélheti a veszélyt, a megmenekülést, örömet, bánatot, kalandozik az igazságért harcolva, és megtapasztalhatja, hogy jó tettért jó, míg a rossz tettért méltó büntetés jár. Ez a módszere a nem direktív, erkölcsi tanúságok rögzítésének. S hát a klasszikus mesék, mint a Piroska és a Farkas, vagy a Répa mese, akármennyire is nem számít divatos mesének, ragyogó szemmel várták a csattanót, ki tudja hányadszor. Húzták, ráncigálták a répát, de bizony a répát nem tudták kihúzni. Akkor most én leszek a kutyus. Unoka húzta, a unoka hívta Bodri kutyát. Bodri kutya húzta unokát. Unoka húzta anyókát, anyóka húzta apókát, húzták a répát, de bizony nem tudták kihúzni. Eva Mahutová azzal vitt újat a mesébe, hogy saját kezüleg készített el egy édes kis bábszínházat. Egy régi hasznavehetetlen dobozból egy kis vízfestéket felhasználva kialakította a mesekörnyezetet, és elindult Piroska kalandja a farkassal. Az óvoda szlovák csoportja a mese után bátran nyitottak az új környezetre, hiszen a legtöbben nem látogatják a könyvtárat, ahol a legjobb szakirodalom mese formájában várja az apróságokat, hogy megismerjék az élet fontos dolgait, ahogy ezt az előbb felsoroltuk. A bakalár munkáján dolgozó óvónéni szerint, ha a kisgyermek igényeit, vágyait magára, mint óvónénire vetíti, akkor legfontosabb a megfelelő motiváció. Tehát je veľmi dôležité, aby učiteľka bola pripravená na každú hodinu, aby deti motivovala, hlavne aj tými pripravenými materiálmi. A je veľmi dôležité, aby deti si vytvorili taký dobrý vzťah k učiteľke, aby sa jej vlastne nebáli a nemali pred ňou až taký rešpekt. Čiže učiteľka by mala ísť príkladom deťom, čiže mala by škôlke dodržiavať isté zvyklosti, ktoré učí deťom. Čiže keď napríklad im povie, že po obede si umieme ruky, tak ona by si ich mala umývať, lebo deti si to lepšie zapamätajú. A týmto vlastne sa im fixuje aj deťom, že je veľmi zdravé, keď si umývame ruky pred jedlom, lebo prispievame aj k zdravému životnému štýlu, ale nepoškodzujeme si zdravie napríklad. Turcsik Brigitta is otthon elkészített óriás répával segítette a gyerekeket a mese dramatizálásban. Pont a mese ismertsége motiválta arra, hogy közösen meséljék el ezt a mindenki által közkedvelt mesét.
egy egyszerű mesét hoztam, olyan mesét, amit ők is el tudnak dramatizálni. Répa mese volt. Hát és ilyen egyszerű, hogy tudják húzni a répát, ahogy nagyapó és nagyanyó kihúzta a répát. Segítettek ők is nekem benne, hogy megvalósuljon ez a mese. És ügyesek voltak. Mind a kettő mese szerintem fontos, amikor nézi is, mert inkább az ember vizuális típus. De amikor hallja is, amikor az anyukának a hangját hallja, és az anyuka mesél, abból is nagyon sok élmény születik, úgyhogy mind a kettő fontos. A mesén túl a foglalkoztató azt is fontosnak tartotta, hogy minden gyermek elkészítse az általa megálmodott, kivitelezett könyvjelzőt, amivel megjelölheti, hogy anyuka hol hagyja abba esténként a jó éjszakát mesét.